19. fejezet. A hős cincér. Amint megálltak az ékszerész kirakata előtt, Paula rögtön odabökött mutató ujjával egy narancs színű aranyba foglalt borostyáncsatra, és odasúgta Viviannak. Nézd, milyen gyönyörű! A kirakat persze nem volt egyéb, mint az ékszerész munkaasztala. Ennek az utca felé eső szegélyén helyezte el a műhelyében kapható legszebb ékszereket. A bolt, vagyis a műhely nyitott volt, se ajtaja, se ablaka, éjjelre is csak fatáblákkal zárták el. Kanyargós utca volt az Ötvösök utcája, majdnem pontosan a Várhegy alatt húzódott, mindkét oldalán ékszerészboltok és műhelyek sorakoztak, s éppen ezért nyüzsögtek itt a déli órákban Róma előkelő és gazdag asszonyai. Az ékszerész éppen egy mély színű borostyánból faragott macskafejet kalapált bele, a madárkarom alakú ezüst foglalatba. Díszthajtű lesz majd ez, előkelő asszonyok fekete hajában. De most Paula megjegyzésére fölkapta a fejét. Tetszik, úrnőm? Kék selyem ruhádhoz jobban illő csatot nem is kívánhatnál. Mi az a bogárod benne? Kérdezte Paula. Cincér, úrnőm, hős cincér. Nézd, milyen szép állat. A fekete vörös szürke színek mi csodálatos egysége. Nézd, félkörben hátraívelő, furcsán ízekre tagozott csápjait. Olyanok, mint a hős harcosok sisakrostiai. És ha meggondolod, legalább 10 000 esztendeje már, hogy belefagyott ebbe a borvörös fenyőgyantába, valahol az északi barbár tengerek partján. 10 000 esztendeje, csodálkozott Víbia. És még mindig milyen hősiesen merezgeti a csápjait? Ez már örökre egy hős marad, mondta rá mosolyogva az aranyműves. Úrnőm, olcsón adom. Nos, mennyiért? Kérdezte Paula. Mindössze 200 arany, mondta rá a mester szemrebbenés nélkül. Küld föl a Platorinus palotába, rendelkezett Paula. Nekem tetszik, megveszem. Az ékszerész már éppen földig akart hajolni, amikor Vibia megérintette Paula karját, és halkan odasúgta neki. Ezt? Kell neked ez? Ez a pöffeszkedő hős cincér? Ez a Crispinus? A két lány nagyot nevetett. Ebben a pillanatban egy daliás katonatiszt került melléjük. Ránéztek. Erúciusz volt. Ennyi, de jót nevettél, Paula, kezdte. Vajon mit kacagsz így jó ízűen, méghozzá bizalmas kettesben a rabszolgalányoddal? Rabszolga vagy nem rabszolga, semmi között hozzá, vágta oda Paula. S ha éppen tudni akarod, rajtad nevettem. Erúciusz meghökkent. Csak nem azt akarod mondani, hogy nevetséges vagyok. Nézz oda, mutatott Paula a borostyán csatra. Olyan vagy, mint ez. Mint ez a csat? Nem értem. Mint ez a nevetséges cincér. Most már érted? Paula, ez mégsem lehet, tiltakozott az ezredes. A rabszolgalány előtt. Ő a legjobb barátnőm. Mindenben egy véleményen vagyunk. Abban is, hogy egy ilyen befagyott hős cincér szép, de nevetséges. Paula, kérlek, hagyd abba ezt a csúfolkodást. Nem szolgáltam rá. Inkább fogadd el tőlem ezt a cincéres csatot, ha tetszik neked. Nagyon tetszik a kisasszonynak, kotyantott közbe az ékszerész. Meg is vette már, úgy szólván. Nem, nem, vágott a szavába Erúciusz. Engedd meg, hogy én adjam neked ajándékba, mint a vőlegényed. Erről szó sem lehet, tiltakozott Paula. Egyáltalán nem vagy a vőlegényem, nem fogadom el. Apádnak erről más a véleménye, ellenkezett az ezredes. És én majd jelentem neki, hogy visszautasítottál, és megszégyenítettél a rabszolgalány előtt. Küld el innen! De Víbia nem várta meg, hogy elküldjék, akkor már 3 lépésnyire előttük, a szomszéd ötvös kirakata előtt állt. Becsomagolhatom, ezredes? Kérdezte az ékszerész alázatosan. Egyszer már mondtam, hogy megveszem, felelte az ezredes türelmetlenül. Aztán belenyúlt az övén csüngő hímzett pénzes zacskóba, és egy marék aranyat dobott a mester asztalára. Az ötvös lázasan számolni kezdte a csengő aranyokat, de Paula ebben a pillanatban hátat fordított a megrökönyödött Erúciusznak, oda sietett Víbiához, karon fogta, mire gyors léptekkel megindultak a főtéren át a híd felé. Erúciusz hoppon maradt, s azt sem tudta, mihez fogjon a hőszincérrel. Némi fontolgatás után odadobott az asztalra 10 aranyat a meghűsult vásár fejében, és faképnél hagyta az ötvös mestert, aki csak a fejét csóválta, és nem győzött csodálkozni rajta, milyen szeszélyesek is az urak.
Hazamenet a lányok, a lóversenytér óriási épülete mellett haladtak el, s ott a mindenféle árusok közt megakadt a szemük egy nagy szakállú, legalább 100 esztendős öregen, aki piros-fehér tollú papagájt tartott begörbített mutató ujján, s kísérteties és kenetes hangon csábította a járókelőket, hogy húzassanak maguknak sorsot a bölcs papagájjal. Hát húzassunk, kapott rajta Polla. Az öreg néhány érthetetlen szót súgott a papagáj fülébe, aztán a csőréhez emelte a kis fadobozt, amelyben sárga papírus cédulák sorakoztak szép rendben. A madár lecsapott a dobozra, kikapott belőle egy cédulát, aztán kinyitotta a horgas csőrét, és Polla tenyerébe ejtette a jövendőmondó papíruszt, a következőt pedig Víbia tenyerébe. Kifizették az öreget, markukba szorították a cédulát, és csak akkor nézték meg, amikor átértek a hídon erre a rendszerint magányos vidékre, és csöndesen megindultak a hegyén fölfelé. Ide hallgass, Víbia! Ez azt mondja, hogy veszt a kard, győz a vers. Jaj, de jó neked, hisz ez annyit jelent, hogy a katonák befagytak, mondta rá Víbia. No, azért félek, mert ez a furcsa jóslat csak egy kardról beszél. Erucius még itt van a nyakamon. Ma jól kiadtad az útját. Ha van benne egy szikrányi szégyenérzet, örökre elhordja az írháját. Bár igazad lenne, Víbiám. Nagyot sóhajtott, aztán megkérdezte. És a tied? Felolvasom. Aranypillangó elrepül. Nem értem, butaság. Megállj csak, hadd törjem a fejem egy kicsit. Aha, az arany bizonyosan Dáciát jelenti. És akkor a többit már nem nehéz kitalálni. Te vagy a pillangó, ide betöttél, s majd hazarepülsz. Víbia a szemét könnyöntötte el. Ó, ha igaz lehetne, rebegte. Csak hogy ez majdnem lehetetlen, jegyezte meg Polla, hiszen a pillangó rab. De ki kell szabadítani, hadd repüljön, mondta Víbia szinte könyörgön. De akkor elveszítenélek, kiáltott fel Polla. Én nem akarlak elveszíteni. A két lány összeülelkezve érkezett haza, a kapus nagyot nézett, s fejcsóválva bámult utánuk. Otthon mindegyik a szobájába ment, jó volt ilyen izgatott hangulatban egyedül lenni, s elgondolkozni a papagájóslat rejtelmes szavain. Polla váltig töprengett, mit tehetne, mit kellene tennie ebben az űrzavaros helyzetben. Hogyan szabaduljon meg Erucius-tól? Vajon van-e mód rá megtörni a kemény apai akaratot? S ha nem sikerül, mi lesz vele, s mi lesz Víbiával? Hogy is történt ez a mai összekoccanás? Erucius bizonyosan panaszt tesz ellene Platorinusnál, apuka felelősségre vonja, és hiába biztatja a jóslat, hogy veszt akard, makacskodásával és hirtelenkedésével talán épp azt éri el, hogy apja most már gyorsan nyílbeüti az eljegyzést is, a házasságkötést is. Nem. Igaz, hogy a sikernek egy a titka, ne bízzuk mással sorsunkat, hanem intézzük magunk, de nem hübele Balázs módon, hanem higgadtan, okosan, előreláton. Rózsaszín ruhás rabszolgalány lépett a sötétedő szobába, fatálban 3 égő olajlámpát hozott be. A hajó alakú domborműves mécseseket a művészi 3-ágú bronz lámpatartóra akasztotta, s nesztelenül távozott. Pollának egyszerre csak a szemébe csillant valami. A fél homályban opálosan derengett a falon a citera gyöngyház díszítése. Oda ment, leakasztotta a hangszert, leült. Bal karjára támasztotta, és szórakozottan megpengette a húrokat. A 4 húr megrezgett, és bársonyosan búgó akkordot csalt ki a cseresznyefa hangszekrényből. A citera nyakára kötött kobaltkék selyemszalag lágyan omlott végig Polla türkiszkék ruháján. Emlékszik rá, nagynénjétől kapta ezt a citerát, egyszer a születésnapjára, mert a néni azt akarta, hogy megtanuljon citerázni és énekelni. De neki bizony semmi kedve nem volt hozzá. S most egyszerre, éppen ebben a fél homályban, amikor a lelke is tétova és bizonytalan, akár ez a korai alkonyat, egyszerre földereng a falon a gyöngyház, a citera. Bizonyára nem ok nélkül. Isteni új mutatás ez. A házasságszerző Juno istenasszony üzente. Fölkapta a márványasztalról az ezüst csengőt, s megrázta. A belépő rabszolgalánynak kurtán odavetette, Víbiát. Izgatottan járt fel a szobában, és szorosan keblére ölelte a citerát. Megvan, ujjongott, megvan! Mi van meg?
kérdezte Vivi a csodálkozva, amikor belépett. Megvan a vers, kiáltotta boldogan Polla. Nem értelek. A citera, kezdte Polla. Tudod, nem kellett nekem, nem akartam, de most megvan. Mi van meg? Beszélj világosan, sürgette Vibia. Megtanulok citerázni, énekelni, táncolni. Ez legalább két esztendő, s addig nincs Elúciusz. Remek, lelkendezett Vibia. Hogy te milyen okos vagy, Pollám, csak hogy apád... Tudom, vágott a szavába Polla. Tudom, apám hallani se akar majd róla, de én az édesanyámhoz megyek, őt küldöm apukához, és majd meglátod. És Pollának igaza lett. Nem hiába bizakodott az édesanyjában. Pompónia a temetői látogatás óta szemlátomást aggódott leányáért, s Polla kérése nélkül is húzta halasztotta az eljegyzést, és mindenféle ügyeskedéssel távol tartotta Elúciuszt a háztól. Ha nem is beszélt róla, leányával érzett és érte harcolt. Most is bátran vállalta, hogy kieszközli Platorinusz beleegyezését, de jó két óra hosszat kellett vitatkoznia, könyörögnia, sőt siránkoznia, míg végre a kormányzó beadta a derekát. És meddig tart ez a citerázás? Kérdezte végül Platorinusz. Legfeljebb két esztendeig, felelte ártatlan ábrázattal Pompónia. Két esztendeig? Horkant fel a kormányzó. Pompónia kissé megrettent. No, nem pontosan két esztendeig. Csak úgy körülbelül. Hát üssek ő. De minél előbb legyen vége ennek a hóbortnak. De vedd tudomásul, s mondd meg a gyereknek is, hogy az eljegyzést azért citera ide, citere oda meg kell tartani. Jó, jó, persze, hogy meg kell tartani, mondta rá most már nyugodtabban az édesanya. De nem kell sietni vele. Amíg tanul, addig ne zavarjuk meg az eljegyzéssel. Platorinusz fölkapta a fejét. Hiába minden mesterkedés. Az eljegyzést megtartjuk, és Elúciusz lesz a férje. Senki más. Jó, jó, ismételte Pompónia. Egyelőre azonban hadd tanuljon. Diadalmas mosolyjal nézett férjére, úgy kérdezte. Jó. Mire Platorinusz felelhetett volna, az asszony már nem is volt a szobában. 20. fejezet. Polla dalol. Androm mestert, Róma legkiválóbb ének és zenetanárát Plinius bácsi vásárolta drága pénzen, még jó 15 évvel ezelőtt, amikor megnősült, hogy majdan születendő gyermekei kiskoruktól fogva a legjobb mestertől tanulhassanak éneket és zenét. Sajnos Plinius bácsi házassága gyermektelen maradt, pedig mindenki meg volt győződve róla, hogy kiváló családapa lehetett volna belőle. Várt jó ideig a gyermekáldásra, s hogy nem jött meg, fogta magát és felszabadította Andront, szép kis házat és kertet ajándékozott neki. Ott éldegélt a mester gondtalanul, s már csak ritkán vállalt tanítványokat, hiszen amíg Plinius palotájában élt, rengeteg lányt és fiút tanított, sok pantomimusz, vagyis balettzenét szerzett, és jól megszedte magát. Ám bár volt mit aprítani a tejbe, mégis megdobbant a szíve, mikor Platorinusz kormányzó hivatta. Andron, mennyi idő alatt tanítanád meg a lányomat énekre és zenére? Kegyelmes uram, ez attól függ, milyen tehetséges. Elvállalod a tanítását? Platorinusz kormányzó ajánlata megtiszteltetés számomra, felelte Andron, és mélyen meghajolt. Már a tanítás második hetében jelentette Andron, hogy Polla rendkívül tehetséges, nagy kedvel tanul, és nem kell elvégeznie a szokásos 3 éves tanfolyamot, hanem 2 esztendő alatt kiváló művésznő válik belőle. Ebben persze oroszlán része volt annak az acskó aranynak, amelyet Pompónia a kapzsi tanárnak adott, hogy minél hosszabbra nyújtsa a zenetanulás idejét. Közben Pompónia szerződtette a főváros legnépszerűbb pantomimusz művészét, hogy táncórákat adjon Pollának. A palota nagy termében folytak a táncpróbák, a lányok többnyire tátott szájjal bámulták a művés csodálatos táncmozdulatait, de bizony hosszú hónapokba telt, míg Polla megtanulta a balett legfontosabb lépéseit. Vibia sóváran nézte, milyen könnyedén mozog, forog és repül már Polla a kísérő fuvolák dallamaira és a táncmester intésére. Te már úgy röpködsz, mint a pillangó, mondta lelkesen Pollának a tánctanulás második fél évében, a tánclecke után. Pedig neked kellene repülnöd, hiszen te vagy a pillangó, kacagott Polla.
De rabpillangó, sóhajtotta Vibia fájdalmasan. Valóban, rabszolga volt, tehát nem tanulhatott együtt Pollával. Hát majd én véget vetek a rabságodnak, fogadkozott Polla. Kezdjük. És mikor a balettmester távozott, a tanítvány előlépett mesterré. Polla minden alkalommal megtanította Víbiát az aznapi tánc mozdulatokra, úgy, hogy hamarosan épp oly ügyes táncművésznő lett, mint Polla. És ugyanúgy tett az ének és zeneórák után is, azzal a különbséggel, hogy Víbia nem citerázni, hanem fuvolázni tanult. Talán a hazai pásztorsípokra gondolt, mikor ezt a nehéz hangszert választotta. Régi szenvedélye volt Pollának ez a tanítás. Így tanította még évekkel ezelőtt írni, olvasni, számolni Veturia kislányát. Édeském, te igazán tanítónak születtél, mondta neki lelkesen Veturia, mikor egyszer végignézte, hogyan tanítja Polla balettre a dák rabszolgalányt. De a legnagyobb élvezete az volt, ha Polla és Víbia muzsikálását hallgathatta. Polla citerázott és énekelt, Víbia fuvolán kísérte. Sokat énekelte Polla a tavaszi dalt, s ezt Víbia is megtanulta, bársonyos althangján kísérte Polla csengő hangú énekét. Egyszer szülei is végighallgatták ezt a kettőst. Ekkor már másfél esztendeje tanult Polla, s édesanyja azért vette rá apukát is a leányuk meghallgatására, hogy lássa, nem volt hiába való a zenetanulás. Nos, mit szólsz hozzá? Fordult oda Platorinushoz. Ez nagyon tetszett nekem, bólintott a kormányzó, hisz ez a leány művész. Andron, fordult a tanárhoz, fogad elismerésemet. Kegyelmes uram, dicsérd leányodat, szerénykedett a tanár. Én boldog vagyok, hogy tehetségét, ezt a csodálatos drágakövet kicsiszolhattam. Befejezted a tanítást? Már csak egy fél év kell hozzá, kegyelmes uram, felelte a tanár Pomponia kívánsága szerint. Pomponia boldog volt. Örülsz, kislányom, hogy már második éve húzzuk-halasztjuk ezt az erúciuszt? Kérdezte Pollától. Én akkor örülnék igazán, felelte a kislány, ha örökre sikerült volna elhalasztani. Pomponia, szólalt meg vacsora után szigorúan Platorinus, ez legyen az utolsó haladék. Polla szépen muzsikál, énekel, táncol, de elég. Nem akarok színpadi művésznőt faragni belőle. Félesztendő és vége. Aztán férjhez megy és pont. Jó, jó, pont. Hagyta rá Pomponia kelletlenül. Csak várd ki azt a félesztendőt. Hát, ha a világhírű művésznő lesz. Ki tudja, mit rendeltek felőle az istenek. Itt nem az istenek rendelkeznek, hanem én. Vágta rá Platorinus. Pomponia jobbnak látta abbahagyni a vitatkozást, hiszen még egy fél esztendeje volt félretett kislányának, s fél esztendő alatt még sok minden történhetik. Történt is. Éppen letelt az az idő, amikor Pudenc kúrája is befejeződött. Polla tudta, mikor érkezik meg az ifjú, s a tervezett nagy házi hangverseny idejét úgy tűzette ki a tanárral, hogy már Pudenc is meghallgathassa. Pudenc is mindent tudott Polláról a levelezés révén, s most, hogy itthon volt, Veturia közvetítésével azt az üzenetet kapta, hogy első ízben a hangverseny estején jöjjön a Platorinus palotába. 50 bronzlámpa szinte nappali fényt árasztott a teremben, mikor a vendégek, javarészt a ház bizalmas barátai megérkeztek. Platorinus, Pomponia és Polla a márvány előcsarnokban várta a meghívottakat. Az első között érkezett Plinius bácsi a feleségével. Plinius megsimogatta Polla kedves, mosolygós arcát, a felesége megcsókolta. Polla a Pliniuszék után érkező Pudenc néma kézfogással üdvözölte, arca kigyúlt, csak a szeme beszélt. Szavak nélkül is megértették egymást. Víbia, kezdte Polla a szobájába, ahol Víbia várta a díszruhával. Itt van, itt van! Milyen? Kíváncsiskodott Víbia lelkesen, mert Polla izgalma rá is átragadt. Megerősödött, megférfiasodott, megválasodott. Talán meg is nőtt, lelkendezett Polla. Az arca megtelt, piros posgás. Ó, milyen hálás vagyok a Lactarius hegynek, hogy egészségesen adta vissza őt nekem. Milyen boldog lehetsz, drága Pollám, kiáltott föl lelkesen Víbia. Ha nem szeretnélek úgy, talán még irigyellének is érte. Csak várj a sorodra, kedves, mondta rá Polla mosolyogva, hiszen tudod, hogy az aranypillangó hazarepül.
Nem beszélgethettek tovább, mert az ajtóban megjelent Andrón és beszólt. Gyermekeim, induljunk! Kezdődik a hangverseny. Fergeteges tapsvihar fogadta Pollát, mikor a színpadra lépett, hogy előadja a lepketáncot. Egy-egy sárgaruhás fuvolás lány ült a színpad két oldalán, s mikor a balettművész intett nekik, rekeztek a tánczenére. Édesen és lágyan buktak a fuvolák dallamai, s egyszerre csak megjelent Polla, és halikogy a taps elült, már is röpködni kezdett ide-oda a színpadon. Aranyjal hímzett, földig érő lenge fátyó ruhája úgy lebegett minden mozdulatára, mint a könnyű felhő az enyhe tavaszi szélben, s mikor kitárta két karját, mintha hirtelen szárnyai nőttek volna, aranyfátyol fodrozott karcsú teste és hajladozó karjai között. Lábújhegyen libegett, forgott, röpdösött. Elragadtatással nézték az úri nézők, tátott szájjal bámulták a terem végében merev testtartásban felsorakozott lapszolgák. Mindjárt elrepül ez a lány, szólt oda Plinius bácsi a kormányzónak. Alig akarok hinni a szememnek, hogy ez az én lányom, súgta vissza Platorinus. Még zúgott a tapst, mikor Polla már is eltűnt, Vivi a kíséretében. De alig ért a szobájába, hogy átöltözzék, már is belépett az egyik rózsaszín ruhás rabszolga, és jelentette. Eriucius ezredes úr küldi ezt a rózsacsokrot. Polla levigyeztette az ajkát, és kelletlenül legyintett. Mondd meg az ezredes úrnak, hogy köszönöm, és arra kérem, adja a csokrot a táncmesteremnek, mert ezért a lepketáncért őt illeti meg az elismerés. No, viheted, mehetsz. Platorinus is meghallotta az üzenetet, nagyot nézett, elkomorodott az arca, de uralkodott magán. Pomponia attól félt, hogy férje a sértését nyilvánosan szégyeníti meg Pollát. Eruciusz dúlt-fúlt, s felhasználva az első alkalmat távozott. Később Platorinus kerestette ugyan, de aztán mindenki megfeledkezett róla. A táncmester nem tudott hová lenni csodálkozástól, hogy ő kapta meg a gyönyörűt rózsacsokrot. Andrón tanár úr művészi hárfajátékkal gyönyörködtette a közönséget, addig is, amíg Polla átöltözik és visszajön, hogy előadja ének és zene számait. Végre ez a pillanat is elkövetkezett. Belépett Polla, ezüstővel átfogott, hosszú kék selyem ruhájában. Mögötte Vibia hozta sárga bársonypárnán a gyöngyházas, kék szalagos citerát. Polla fellépett a színpadra. Vibia vállára segítette az aranyjal átszőtt gyöngyszürke fátyolkendőt, oda nyújtotta a bársonypárnát. Polla átvette a citerát, s a színpad közepére állt. A közönség elragadtatással nézte, vagyis inkább csodálta a kislányt, akit a művészet egyszerre nagylányjá avatott, még az alakja is, mintha megnőtt volna a földig érő ruhában. Középütt elválasztott sötét barna haja mindkét felől öt hullámban hajlott hátrafelé, s jobbról-balról 10-10 apró csigába göndörödött, hátul pedig két dusfonatban egyesült, és vállain átvetve elől egészen a ruháját összefogó türkizekkel dúsan kirakott ezüst csatigért. A citerát bal karjára fektette, jobb karját fölemelte, két ujja köz megszikrázott a gyöngyházas pengető, a két fuvolás lány elkezdte a lágy dallamot, és a citera megzendült, és, mint apró üvegharangok csilingelése, úgy csendült fel Polla ezüst hangja. Gyászoljatok, szerelmes istenek mind! A hallgatóknak új volt a vers is, a dallam is. Sohasem hallottak még ilyen édesen érzelmes, bánatos, fájdalmas, és mégis kedves és bájos éneket. Hitted volna ezt valaha? Fordult a feleségéhez Platorinus. Nem tudok magamhoz térni a csodálkozástól, súgta vissza Pomponia. Hogyan és hányszor változtatja a hangját? Néha szomorkás, panaszos, kesergő, néha vidám és derűs. Most meg haragos és felháborodott. Ó, begyönyörű, mondta halkan a nagynéni, és egyszerre csak elsírta magát. De elérzékenyült az egész hallgatóság, s könnyek csillogtak a rabszolgalánykák szemében is. Nem tudod, ki írta ezt a remek költeményt? Kérdezte Plinius. Még nem olvastam, és nem is hallottam. Pedig finom és gyöngéd gondolat van benne. Azért csiratja a költő a madarat, mert halálával megszomorította kedvesét. Nem szép ez? Lehet, hogy szép, de én nem foglalkozom versekkel. Nem érek rá, felelte csöndesen Platorinus.
Nem beszélgethettek tovább, mert egyszerre csak felugrált az egész hallgatóság, zúgott a taps meg az éjenzés. Paula lelépett a dobogóról, s a szülők, rokonok, ismerősök, jóbarátok kézről kézre adták, köszöntötték, ünnepelték. Andron tanár úr meghatottan lépett oda hozzá, és homlokon csókolta. Paula, szólította meg Pudenz, ezt a gyönyörű virágot a Lactarius hegyről hoztam neked. Hadd legyen ma ez győzelmi koszorúd a gyönyörű muzsikádért. Aha, mosolyodott el Plinius. Tehát a kislány a zeneszerző. És ki a költő? Paula szívéhez szorította a színes mezei virágcsokrot, boldogan nézett fel Pudenzre, és úgy mondta. Az én költőm, Pudenz. A fiatalok keze összefonódott. Pomponia szemébe örömkönnyek csillattak, Platorinus komoran összeráncolt a szemöldökét a jelenet láttán. A nagynéni pedig nevetve megölelte Pollát. No, ugye mégis jó volt valamire az a cseresznye virág citera. Most kivirágzott. 21. fejezet. Szabadság mindenáron. Egy kicsit megártott Pollának a hangverseny izgalma, könnyű fejfájása bosszantotta, és orvosságot kért. A doktor gagaszkövet égetett, vagyis fekete borostyánt, s annak a füstjét kellett beszívni a Pollának. Az illatos füsttől kissé elkábult, el is aludt. Reggelre kutya baja, mondta az orvos. De azért Vetúria és Vibia ott maradt mellette a szobába. Halkan beszélgettek. Mi volt az a nagy jövésmenés tegnap este? Kérdezte Vibia. Ennyi nagy urat még sohasem láttam itt együtt. Vetúria néhány percig töprengett, hogy megmondja a kislánynak. Nem szeretnék fájdalmat okozni neked, húzódozott. Csak nem miattam jártak itt? Kérdezte Vibia kényszeredett mosollyal, de már is izgalom remegett a hangjában. De éppen hogy miattad? Vetúria, beszélj, mi történt? Vetúria vállat mond. Hát, ha mindenáron akarod. Kihallgattam az urak tanácskozását. Kémjelentések hírül hozták, hogy a dák király Dekebal megszegte a fegyverszünetet, mert hadseregével megindult ellenük. S még azt is jelentették, Dekebal orgyilkos bérelt fel, hogy megölje Trajanus császárt. Hazugság! Csattant fel Vibia. A dákok közt nincs orgyilkos. Mi nyíltan becsületesen harcolunk. Csit! Csillapított a Vetúria. Csöndesen, mert fölébred. Én szívesen elhiszem neked, de a haditanácsnak kapóra jött ez a rágalom. Sikerült vele a dákok ellen ingerelni Róma népét. Most tüntetések vannak az egész városban, a tömeg halált ordít Dekebalra, tehát a tanács azt javasolja Trajanusnak, hogy üzenje hadat a dák királynak. De hiszen ez gonoszság! Kiáltotta ingerülten, folytott hangon Vibia. Egy szó sem igaz ebből a rángalomból. Az aranyunkra fáj a foguk. Dácia kincseire, a szabadságunkra. Felugrott, és szenvedélyesen megrázta az öklét. Gyilkosok, rablók! 4 esztendeje sanyargatnak már bennünket. Kiszipolyozzák a népet, szekérszámra hurcolják el Dácia földjéről az aranyat, az ércet, a sót, a fát, még a kenyeret is kilopják a szánkból. Átkozott rabszolgatartók. Elcsuklott a hangja, elhallgatott, s két tenyerébe tömte égő arcot. Egész teste remegett izgalmában. Csillapodjál, kedvesem, csitította Vetúria. Nem lesz az olyan borzasztó, majd meglátod. A rómaiak nem bántják a népet. Nem-e? Vágott szabába a lány, és vadul villogott a szeme. Hát én miért vagyok rabszolga? Vibia, te igazán nem panaszkodhatsz. Kisasszonyunk úgy szeret, mintha. De én nem mintha, hanem valóságosan szabad akarok lenni. Várj türelemmel, annak is eljön az ideje. És az is jó neked, hogyha ez az új háború meghozza kisasszonyunk boldogságát. Erúcius is, Crispinus is Dáciába vonul a hadsereggel. Neki jó, mondta rá Vibia most már csöndesen, és lehorgasztotta a fejét. De én? Velem mi lesz? Apám, anyám meghalt a hazánk szabadságáért, s én itt éljek nyugodtan, fényes palotában, amikor talán Verzó... Csit! Szakította félbe Vetúria. A tiszturak elmennek, kisasszonyunk pedig mit tehetne érted örömébe, mit adhatna neked szebbet, jobbat, mint a szabadságot? Vetúria, én tudom, felelte a dák leány csöndesen és komolyan. A szabadságot nem kaphatjuk ajándékba. A szabadságért meg kell harcolni.
A dákok majd megharcolnak érte, és majd én is. Nem fejezte be a mondatot. Sudár alakja kiegyenesedett, fekete haja lobogott, sápat arca kigyulladt, és nesztelenül kisietett a szobából. Korom sötét volt a kertben, amikor kiosont a palotából. Erős, szíjas rabszolgasarut húzott a lábára, széles övébe beleakasztotta pénzes zacskóját. A heti egy dénár rabszolgafizetésből már jó néhány aranya volt együtt, nyakába kanyarította barna úti köpenyét, és sikerült észrevétlenül kinyújtnia a hátsó kiskapun. Nem került a palota elé a rendes útra, hanem átvágott a nagy veteményes kerten, átugrotta az alacsony sövényt, és vaktában elindult lefelé az úttalan bozótos hegyoldalon. Csak ment, ment az éjszakába, tüskén bokron át találomra. Néha megcsúszott, néha elvágódott. Fölkelt tovább. Áttölt a sűrű bokrot bozótján, megkarcolták kezét lábát a tüskék, de ment rendületlenül elszántan, kemény akarattal. Előre, a szabadság felé. A hegy tövében ösvény kanyargott, rátért, szaporázta lépéseit, csak az út fehér szalagja világított neki, meg egy halovány csillag, amelyet már régi hazájából ismert, és ment-ment a távoli csillag irányába. Egyszerre csak földerengett szem előtt a nagy folyó vize. Ezek a rohanó sárga hullámok a tenger felé sietnek. A tenger felé, a szabadság felé. Vipa töprenkedett, és észre sem vette, hogy régi igazi nevén szólítja magát. Ha ez a víz a tengerbe igyekszik, akkor miért kutyagolnál? Ő föl a hátára, és reggelre fáradtság nélkül ott vagy a kikötőben. Mert már is fáradt volt. Teste már rég elszokott a havasi gyaloglásokról, a Platolinus palota úri életében elkényelmesedett. Pedig az volt a szándéka, hogy elgyalogol a kikötőig, hajóra száll, eljut az Adriai tenger valamelyik északi nagy kikötőjébe, s onnan szekéren majd csak eléri a Dunát, s ha egyszer a dáciai hegyek közt van, gyerekjáték lesz hazatalálni napokába. Ez az ábrándozás egészen felvillanyozta. Miért ne vitetné magát Tiberius hullámaival? Nosza, körülnézett a parton, a sötétben feketén és némán aludtak a halászok bárkái és csónakjai. Talán ember sincs rajtuk? Egyszerre végigborzongott hátán a hideg. Mi lesz, ha nem találok halászt, aki elvigyen? Hiszen ez a kis gyaloglás is hogy kifárasztott? Szégyen szemre vissza kell somfordálnom, és akkor oda a megálmodott szabadság. Leült a parton, körülnézett, s hirtelen úgy rémlett neki, hogy világosság szűrődik ki az egyik nagyobb acska csónak ponyva fedele alól. Megerőltette a szemét. Igen, jól látott, s most már meglátta a halászt is, aki a mécses gyér világossága mellett hálója elszakadt zsinegeit bogozgatta össze. Bátran a csónakhoz lépett, s odaszólt a cserzett képű halásznak. Bácsikám, mennyiért vinnél el a kikötőbe? A halász összerezzent, mintha kísértetet látna, de aztán megemberelte magát. Tán valami rosszban sántikálsz, te leány, hogy éjnek éjszakáján sietsz a kikötőbe? Reggel hajóra kell szállnom, s elkéstem, pedig a hajó nem vár. Elviszel, vagy nem viszel? Ha nem, mást keresek. Két aranyért elvisz bármelyik halász. Két aranyért? Álmélkodott az öreg. Ki mondta, hogy nem viszlek el? Csak szállj be nyugodtan, hajnalra ott vagyunk. Itt a két arany, de most aztán gyerünk, szólt rá Víbia már nyugodtan és fölényesen. Néhány pillanat múlva sebesen siklott a csónak a szökött rabszolgalánnyal a tenger felé. Reggel értek a kikötőbe, Víbia vállára akasztotta hálóiba szorított úti podgyászát, és megindult a parton hajót keresni. Indult is innen hajó a világ minden részébe, a földközi tenger kikötőibe is, de egyet sem talált, amely éppen az Adriai tenger északi kikötőjébe készült volna. Már csak egy szép nagy hajó volt hátra a tágas öböl legvégébe, és Víbia most ahhoz igyekezett. Ha ez Altinum vagy Targeszte kikötőjébe indulna, a mai Velence vagy Triest, sóhajtott fel magában, és már éppen föl akart lépni a pallóra, hogy megkeresse a fedélzeten a kapitányt, amikor kocsi zörgést hallott. Hátrafordult, s még a lélegzete is elállt ilyettében, a négy lovas utazó kocsiban Plinius ült. A kislánynak erre a váratlan találkozása szinte földbe gyökerezett a lába,
és a legszívesebben elmenekült volna. De Plinius azonnal megállította a kocsit, kiszállt, a kislányhoz lépett, és kedélyesen megkérdezte. Hát te mit keresel itt, hékás? Talán csak nem utazol valahová. Tán éppenséggel északra, Dáciába? Ez a szélső nagy hajó, amelyre föl akartál kapaszkodni, éppen Altinumba indul. Vibia majdnem neki iramodott, de Plinius a csuklójánál fogva visszatartotta. No, nézze meg az ember! Korholta a lányt. Hát csak ugyan utazni akartál. Megszökni? Ennyi, ennyi. No, ülj be gyorsan a kocsimba, aztán majd útközben elmondasz mindent, jó? Betuszkolta Vibiát a hintóba, és már is indultak. A kis szökevény elbeszélt volna mindent útközbe, de egyre csak zokogott, és Plinius a félszavakból, a töredezett mondatokból csak nagy nehezen tudta kihámozni a szökés okát és történetét. Baj, baj, kislányom, mondta rá Plinius atyáskodó komolysággal, hiszen ha más fog el nem én, tüzes vassal sütnek szégyenbélyeget a homlokodra. És hát nem fájna valakinek igen nagyon, ha elcsúfítanák ezt a szép tiszta homlokot? Vibia összerezzent és sírva fakadt. Nono, kislányom, ne félj, ebből semmi sem lesz. Plinius bácsi néma lesz, mint a sír. Gazdáid semmit sem tudnak meg ebből a kalandból. Vibia csak zokogott keservesen. Ne sírj már, én csak a mosolygós embereket szeretem. Nem sikerült. Oda se neki. Fiatal vagy, százszor is hazajuthatsz még, s talán szökni sem kell. Vibia fölnézett rá, szelíd és hálás tekintettel. Halványan elmosolyodott, és ráborult Plinius bácsi kezére. Ez a kéz most jóságosan megsimogatta az izgalmában remegő lány holló fekete haját. Föl a fejet, szólt rá tréfás szigorúsággal, aztán nevetve folytatta. Hanem ennek a pollának szerencséje van. Ha nem érkezett volna ma hajnalban Platorinus futárja a tengerparti villámban, akkor te már a tengeren ringanál, és nagy bánatot okoztál volna pollának, hogy elhagytad, pedig ő nagyon-nagyon szeret téged. Vibia megint elsírta magát. Ne sírj, ne félj! Ezt a kalandot senki sem fogja megtudni, csak Polla. Ő pedig megbocsát neked, s hálás lesz nekem, hogy elfogtalak. Mondom, szerencséje, hogy be kellett jönnöm Rómába, a Dekebálnak küldendő hadüzenet miatt. Igazán mindent, de mindent ennek a hadüzenetnek köszönhetsz. Jaj nekem! Sikoltott fel Vibia, és hazáig már csak zokogott, csillapíthatatlanul.